egészség, harmónia, önfejlesztés. Három nagyon fontos dolog. Ugye van a fizikai szintünk, az egészet, mindent a tudatunk irányít. Az energia pedig az üzenetnek hozzá. Na most, életünkben az egyik legfontosabb az, hogy egészségesek legyünk, igaz? Pláne akarnak valami, hogy egészséges, akkor aztán nagyon fontos. Utána már gondolunk, hogy jó, legyünk egészségesek. Igaz? Ez vitathatatlan. Tehát akármilyen spiritualitásról, akármilyen ezotérre, akármilyen csodákról van szó, ha nem vagyunk egészségesek, hát azért csak nem olyan. Igaz? Azért legyünk őszinték, hogy akkor a kedvenc ételünket, vagy sütényket, vagy bármit megkóstoljuk, de mellette fáj a torkunk, azért nem ugyanolyan ízű. Igaz? Hát még egy jó sört se úgy esik van az embernek megírni. Igaz? Na hát, az egészség az nagyon fontos. Ezért a zsinai csikungban szintén az egészségünk megőrzése, megteremtése, betegségekből való felgyógyulás szintén egy kulcsfontosságú dolog. A zsinai csikungot dr. Pangming mester fejlesztette ki. Dr. Pangming még a mai napig élő csikungmester, illetve nagyon sok harcművészetnek a mestere, egy gyakorlatilag egy tudós, a kínai orvoslásnak és a nyugati orvoslásnak a doktora. Egy tudós ember létrehozta a zsinai csikungot. Miből állított össze a zsinai csikungot? Természetesen a régi, tradicionális, ősi csikung tanúkból állított össze. De mégis hogy? A célja az volt, hogy tömegek, tehát mindenkinek az egészségügyi állapotán javítson. Ugye az egészségügyi állapot alatt azért ne felejtsük el, hogy mit értünk. Ez nagyon-nagyon fontos, mert akkor visszakanyarodhatunk azért, hogy ez a tudás azért nagyon fontos, mert ma már az orvostudomány is megmondja, hogy a betegség nagy része pszichoszomatikus eredetű. Tehát tudatunkban kezdődik. Oké? Valóban minden tudatunkban kezdődik. Tehát ezért, ha egészségesek akarunk lenni, akkor lényeges a tudatunk, ahogy valamit tudjunk kezdeni, valahogy tudjunk vele bánni, lényeges a fizika testünket karban tudjuk tartani, oké? És lényeges az, hogy legyen elég energiák. Tehát a zsinai csikungot Pami mester úgy fejlesztette ki, hogy ezt tömegek hatékonyan tudják elérni. Hát ehhez mi kellett? Ehhez az kellett, hogy Pami mester, amellett ugye zseniális és nagyon sok különleges képessége van, amellett ő addig titkos tanukat megnyitott a széles közönség előtt. Mit értek ez alatt, hogy titkos tanuk? Aki olvasott már ilyen könyveket, az tudja, hogy írnak emberekről, akiknek különleges képességeik vannak. Vagy lehet, aki már csikung könyvet olvasott, abban is egy-két csodás, legendás gyakorlatot írnak le. Például csak leírják. De az, hogy hogyan kell csinálni, azt nem fogja megtalálni senki. Oké? Okay? Tehát az, hogy van ilyen, az, meg sok minden van, az, hogy hogyan lehet ez, az nem fogjuk megtalálni. Jó? Miért? Miért titok? Hát ez hihetetlen nagy érték. Ez nem úgy van, hogy a mesterről, és azt mondja, figyelj csak, fizessél nekem kis pénzt, aztán megmondom. Oké? Okay? Mert egy. Hiába mondja meg, azt meg kell érteni. Tehát el már annyira éretnek kell lenni, már el ott kell lenni, egyetlen felfogjuk. Ez az első. Kettő, gyakorolni kell kitartóan, szorgalmasan. Jó, ez a különleges képességről, elérésről beszélek. De ha valaki egészséges akar lenni, az például hogy tudja elérni? Az nagy dolog, hogy most már elmondhatom azt, hogy minden évben kínai mestereket hívok meg Magyarországra, jövőre lehet még kétszer is jönni fognak, remélem. Most
augusztusban végig Kínában voltam egy csikunk tovább képzésen, a Ximester, aki már kétszer volt Magyarországon, és Tao Mester, aki remélem, hogy jönni fog, tanított, és na, nagyon fantasztikus volt. Na tehát, a lényeg az, hogy ugye az egészségünk megvalósításához Pami Mester egész egyszerűen megnyitott olyan technikákat, ami nagyon egyszerűek voltak. És hát itt titok volt, mert hogyha ezt elárulják, akkor azt mondja, akkor a gyorsan főnek a tanítványok. És hogyha mondjuk egy kisebb tudású mester elmondja, akkor ugye fejjelre nőnek a tanítványok, mert akkor miből él meg. Igaz, mint a polgmesternek hatalmas tudása volt és hatalmas szándéka. Ezért ő fogta, megnyitotta. De ez a gyakorlat, amit most mutattam, ez egy csoda. Ezzel meg lehet világosodni. Ez garantálom. Ezzel különleges képességet lehet kifejleszteni. Persze azt tudni kell, hogy hogyan. Rendben, azt tudni kell, de nem titok. Ha az ember ott van, meg tudja tanulni, hogy tudja ezzel. Ez nem olyan egyszerű. Jó? Tehát nem olyan egyszerű, ezt megmondom, hogy nehéz. De az egészség megőrzésére az, hogy energiánk legyen. Ha valaki eljön az első szint, vagy a bevezető tanfolyamra. Ezt már megtudom neki annyira, hogy neki az életben annyi energiá lesz, hogy sokkal több, mint az ember. De gyakorolnia kell, és érteni kell, csinálni kell. Csak ez. Ez a gyakorlat, ez titok volt. Ezt már most elmondom, hogyha valaki elmegy más csikung előadásokra, csak azt fogják mondani, hogy ez csi érzékelő gyakorlat. Csak arra jó, hogy érezd a csit. És igazam. Ez arra is jó, hogy érezd. Ami azután jön, az volt titok. És Pami Mester ilyeneket és nagyon sok minden mást nyitott meg. Amíg tényleg nekem is tapasztalom, hogy olvastam, fú, milyen legendás képességből, hogy kell csinálni, meg ezt valami rész meg kell nyitni, hogy úgy lehet elérni, de hogy? Soha. Most már szerencsére tudok ezekről is.